Újabb monitor bemutató következik, és ismét az LG-nek köszönhetjük azt, hogy nálunk van egy kijelző, méghozzá egy picit odébb megyek, akkor rögtön láthatjátok, hogy IPSS és LED-es egységről van szó. Ez az LG-nek egyébként az IPS 4 családjába tartozik, az IPS 5 mondjuk a felső kategória, az IPS 4 pedig a belépő szintet képviseli. Mielőtt az IPS-re rátérnénk, egy nagyon-nagyon fontos információ, ez a 22x Full HD-s LED megvilágítású IPS panellel szerelt kijelző mindösszesen 41 néhány ezer forintba kerül. Én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül kedvező árértékarányt feltételez, amennyiben egy jó terméket kapunk. Mindjárt elmondom, hogy jó a terméka vagy sem. Előtte azonban magáról az IPS-ről, ugye a technológia lényege az, hogy szinte minden szögből majdhogy nem azonos betekintést kapunk, vagyis mindegy, hogy fölülről, oldalról, alulról nézegetjük a kijelzőt, mindig ugyanazt fogjuk látni, és ami még talán ennél is fontosabb, hogy az, amit látunk, az a lehető legközelebb áll a valósághoz, az RGB színhűsége ezeknek a monitoroknak többnyire 100% vagy akár e fölötti is lehet, és ugye ellentétben a TN paneles megjelenítőkkel, ahol bizony a színhűség igen gyengécske, fölülről nézve a kijelzőt meglehetős invertálódást tapasztalhatunk, illetve oldalról elsötétedik vagy kifehéredik a kép. Nos, az IPS paneles megjelenítőkkel ilyen probléma nincs. Negatívunként szokták felhozni az IPS-sel szemben, hogy alacsony a válaszidő, és FPS játékokban ilyen utánhúzás vagy esetleg elmosódás tapasztalható. Hát meg kell mondjam, hogy 2012-ben már tartott a technológia IPS szinten is, hogy ezzel nem kell számolnunk. Tapasztalataink alapján azt mutatja, hogy valóban elégségesen gyors a monitor, és nincsen probléma gyorsabb képváltásoknál, tehát filmnézésnél, vagy esetleg akciódús jeleneteknél, vagy first person shooter játékoknál sem. És akkor IPS technológia után vissza az LG IPS 4 sorozatába tartozó 224V modellhez. Gyorsan nézzük meg a termék külsejét, azután majd összehasonlítom egyébként egy TN paneles megoldással. Általános kinézetében egy teljesen egyszerű, kultúrált és letisztult külsőt kapunk, szemből nézve semmi extra. A talp szögletes, tehát elhagyták a már jól megszokott és régen sokat látott kerek talpat. Sajnos a talp egy fényes felületet kapott, úgyhogy ennek megfelelően mind a por, mind az új lenyomatok tökéletesen meglátszanak rajta, és ugyanez igaz a monitor kávájára is. Én részemről nem bántam volna, hogyha egy IPS modellt, amit azért inkább mondjuk úgy, hogy munkára vagy olyanoknak szánnak, akik igényesebbek arra, hogy milyen képet látnak maguk előtt, azok lehet, hogy nem új lenyomatokkal szeretnének szemben ülni, úgyhogy egy matkával lehet, hogy jobb lett volna. Hát az LG szerint ez így most jobban néz ki. Azonban, ami ennél sokkal fontosabb, hogy maga a kijelző az matt, tehát nem fényes felületű, ennek megfelelően nem különösebben tükröződik. Maradjunk a monitor külsejénél, itt az előlapon találhatók a vezérlőgombok, és itt nincs ilyen érintős, meg mindenféle egyéb variátoros megoldás, teljesen egyszerű, ahogy hallhatjátok. Gombokkal kivitelezett technológiáról van szó, ami nyilvános spórolás jegyében alakult így, hiszen valahogy be kellett szorítani a monitor árát ebbe a 41 néhány ezres kategóriába. Hát a menü használata nem mondanám, hogy hihetetlenül kényelmes lenne, némi megszokást igényel, de azért, hogyha az embernek kedve van hozzá, akkor ezekkel a gombokkal is egészen jól lehet konfigurálni a kijelzőt, amit egyébként amúgy is csak egyszer kell jól beállítani, és aztán már nem különösebben kell a menüt buzergászni. Nézzük hátulról. Ugyanezt a talp folytatását láthatjátok hátul, ezt a hát ilyen trapéz alapú kialakítást mondanám, aminek az aljában egyébként itt van ilyen kis kapaszkodó fül, ami egyben kábel rendezőként is működik, tehát mind a bejövő jelet, mind pedig a tápkábelt itt el tudjuk vezetni. Apropó tápkábel, térjünk is át erre. Nem belső tápos a monitor, de gondolom ebből a méretből, illetve ebből a vastagságból azért nagyjából predesztinálható volt, hogy nem belső tápos egységgel lesz dolgunk, hanem külső adapteressel, és az adaptere körülbelül olyan, mintha egy notebook adaptert kapnánk. Így néz ki az adapter, ez egy teljesen standard egység, egy teljesen standard véggel, azonban egy nagyon nagy fekete pontot beírunk az LG-nek, ugyanis a kábel hossza az mindössze ennyi.
Na hát ez azért elég kevés, tehát meglehetősen közel kell lenni annak az ominózus konnektornak vagy hosszabbítónak a monitorhoz. Nézzük a bemeneti oldalt. Itt szerencsére a spórolásnak jele sincs. Van egy fejhallgató csatlakozónk, egy D-Sub csatlakozónk, egy HDMI-nk, egy DV-ink, valamint egy táp bemenetünk. DisplayPort nincsen, de én azt gondolom, hogy ebben a kategóriában, ebben az árkategóriában nem is lehet elvárás, így is van két digitális és egy analóg bemenet. Még három fontos dolog innen a hátlap környékéről, hát sajnos az állíthatósága a monitornak meglehetősen kevés mozgásteret kínál nekünk, tehát gyakorlatilag abból választhatunk, hogy így álljon a kijelző, meg abból, hogy így álljon a kijelző, ezen kívül túl sok mindent variálni nem lehet, ez volt a negatív rész, a pozitív rész, viszont hogyha irodába vagy olyan helyre tesszük az eszközt, ahol megvan az esély annak, hogy lábak él, a Kensington zár segítségével simán rögzíthetjük, és ezzel megnehezíthetjük a tolvaj dolgát. És további pozitívum, hogyha olyan környezetben szeretnénk használni, ahol nem tudjuk a talpára állítani, akkor a talp egész egyszerűen eltávolítható, és a Veza helyeknek köszönhetően akár falra is szerelhető az LG IPS 224V monitora. És akkor az ígért összehasonlítás a TN paneles monitorral, nyilván nem igazságos a verseny, hiszen az az AOC monitor, amit most láttok a képen, mindösszesen 30 ezer forintba kerül, ennél 10 ezerrel drágább az LG, de jól megfigyelhetőek a különbségek a TN panel, illetve az IPS-sel szerelt LG között. Sajnos a legfontosabb különbséget a kamera Isten igazából nem adja vissza, ugye ez a színhűségbeli eltérés. Az LG-n sokkal inkább a való élethez hasonló színeket láthattok ellenben a TN paneles megoldással. Hát ezt a kamera amennyire visszaadja, amennyire nem. Azonban ennél sokkal jobban meg tudom nektek mutatni a beláthatóságban rejlő különbségeket, ezt a kamera viszont jól közvetíti számotokra. Ha megnézitek a képet fölülről tekintve, az LG még mindig majdhogy nem ugyanolyan képet jelenít meg, ezzel szemben a TN paneles AOC már bizony-bizony eltér a valóságtól, és ugyanez igaz alulról, illetve oldalról nézve a képet, minden szempontból azt kell megállapítanunk, hogy az IPS panel óriási előnyökkel rendelkezik a betekinthetőség szempontjából, és akkor itt egy rögtön alternatív felhasználási javaslattal is elő tudok állni. Örök vesszőparipám és állandó témám az iFinity, illetve az Nvidia Surround rendszere. Három darab ilyen LG monitorból fantasztikus iFinity vagy Surround építhető, és a három modell együtt is csak 120-130 ezer forintba kerül. Sok, de nem megfizethetetlenül nagy összeg, és ráadásul így mind a három kijelzőre tökéletes rálátásunk lesz, mindegyiknél pontosan ugyanazt fogjuk látni. Ellenben, hogyha TN paneles monitorokból építjük az iFinity-t, akkor bizony a két szélső monitoron nem az lesz a szemünk előtt, mint ami a középsőn van. Mindent összevetve az IPS 224V az LG-től egy fantasztikusan jó kis monitor. Ennyi pénzért IPS panel, ledes megvilágítással, háromféle bemenettel, hangcsatlakozóval és külső táppal, vékony kivitelben és egy kulturált talppal, vezarögzítővel, Kensington zárral és egy elfogadható menüvel nagyon-nagyon pozitív dolog. Egyedüli negatívumként egyedül a gyenge állíthatóságot tudom ugye felhozni, hogy itt a panel csak dönteni lehet, sem magasságában, sem oldalirányban nem nagyon lehet elmozgatni, illetve apró, pici negatívum még az, hogy az adapternek a kábele elég rövidke volt, de hát ezek orvosolható problémák, maga a kijelző, maga a panel az viszont egészen jó, és ennyi pénzt mindenféleképpen megér, úgyhogy ismét egy vásárlási ajánlattal búcsúzik tőlünk az LG terméke. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!